Sziasztok! Hoztam mentek egy újabb videót, ez egy termékbemutatószerűség lesz, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Ugye az előző videómban láthatátok, hogy akvaparba voltunk, és nagyon jó élmény, úgyhogy próbáljátok ki, menjetek el oda, ha még nem voltatok, akkor mindenféleképpen egyszer ki kell próbálni, mert iszonyat jó. Én igazából félek az ilyen élménytől, az ilyen csúszdázástól, nagyon-nagyon féltem régebben. De már igazából egy nagyon-nagyon alap kisgyerekeknek való, de nem a kisgyerek részen, hanem a felnőtt részen, de van ott egy kisgyereknek való csúszda, azon lemertem csúszni, és onnantól kezdve igazából nem féltem, mert nem tudom, legyőztem a félelmemet, úgyhogy én most voltam másodjára, és iszonyat jó, úgyhogy igazából mondom, menjetek el oda, mert nagyon-nagyon jó. De nem ez a lényeg, hanem egy terméket szeretnék bemutatni. Ugye ott készítettem videókat, de ugye jobb lett volna úgy, hogyha lenne egy vízálló telefonom, vagy egy kamerám, amivel ezeket így jobban lehet rögzíteni, és akkor nagyobb élmény. Hát most vettem egyet. Igaz, hogy utólag, mert akkor már nem tudtunk elmenni, venni, de vettem egyet utólag, és ez az Escape, vagy igazából nem tudom, hogy kell kiejteni. Ez egy 12 megapixeles vízálló kamera, és Full HD-t is fel tud venni, meg 170 fokos látótérben lát, tehát igazából nagyon jó. És igazából már kibontottam, mert hát nem bírtam kiválni, meg kicsit úgymond teszteltem, de igazából csak így otthon, így a szobába, így megnéztem, hogy milyen, de még vízbe még nem teszteltem, úgyhogy majd, ha lesz legközelebb egy ilyen vízes, kalandos utam, akkor mindenféleképpen viszem magammal, és felveszem meg. Igazából most már más sportos dolgokat is fel lehet venni ezzel, úgyhogy igazából megnyílt előttem megint egy kis kapu, és megint mehetek távolabbra. Van egy ilyen tokja, igazából ettől lesz ez vízálló, nem azért, mert ott belül vízálló, de viszont olvastam volt, ami egyel, sőt, kicsit jobb ilyen GoPro kamera, ami már a vízálló az egész kis kamera, de viszont ajánlották ahhoz is ezt a vízálló tokot, mert igazából itt ez a igazából védi ezt a GoPro kamerát. Az enyém például gumis, de gondolom a többi is ilyen gumis, és igazából nem annyira törnek, meg ilyenek, de szerintem tényleg nagyon jó ez a kis védőtök, és ugyanúgy lehet szépen látni vele. Nem zavar, hogy ilyen kis toba van benne. De azt néztem meg, azt mondták abban a videóban, hogy mindenféleképpen ajánlott, mert jobban védi itt ezt a kis kameraképet, amin látod, hogy ugyebár mit veszel föl, ezt a kis menüt, vagy hogy mondják, meg a kamerát is nagyon védi, meg igazából mindent védi, úgyhogy igazából inkább ajánlatos védőtokban tartani. Vannak rajta ezek a kis kitüremkedések, ezek azt hittem először, hogy ilyen hát dísz, vagy igazából nem is tudtam, de így lehet bekapcsolni a kamerát, hogyha nem akarod kivenni, mert azt hittem, hogy ki kell venni a tokba, hogy be kell kapcsolni, és akkor úgy visszarakni a tokba, és akkor úgy, nem, hanem így is lehet. És akkor van ezen igazából négy ilyen gomb, itt van, lehet ugye bővíteni 32 GB-ig, itt van a töltője, meg egy ilyen kisebb, arra még nem jöttem rá, hogy mi, gondolom ilyen HDMI valami van odaírva, nem tudom, de egy töltő. Töltő is járt hozzá, de csak egy ilyen kábel, tehát igazából ha már ma veszel egy telefont, akkor ahhoz jár ilyen ennek a vége. Úgyhogy ebben nem volt probléma, de nem járt hozzá a teljes töltőzet. Ebben tudod bekapcsolni a kamerát. Ezekkel a gombokkal tudod szabályozni, hogy milyen módban szeretnél videózni. És itt van, hogy itt ebben is lehet irányítani a menükbe, hogy tudsz leföl menni, és wifihez is tud csatlakozni, úgyhogy ez egy külön plusz jó dolog, úgyhogy igazából akkor be is kapcsolom, így kapcsolom, hát nem nagyon lehet látni, igazából mindegy,
ott van benne a kamera, nem lehet látni, na mindegy. Elég kicsike a képernyő, amihez én mostában szoktam, de tényleg nagyon szép képeket csinál. Még vannak a beállításokat, amiket még nem nagyon néztem meg, hogy mint működik, meg ez még utána kell néznem, de nem magyar a szöveg, úgyhogy olyat nem találtam. Úgyhogy angolul kell boldogulni, de viszont tényleg nagyon szép, világos képeket csinál, úgyhogy nagyon tetszik. Meg tényleg eddig, amúgy csináltam vele, az eddig szép volt. Úgyhogy akkor így, mivel kicsit fényes a kép, vagyis hát nagyon sajnos nem tudom megmutatni, hogy milyen beállítások, még milyenek vannak benne. Most kikapcsolom, és akkor kiveszem a Tokiából. És akkor megmutatom úgy is ezt a kis kamerát. Ilyen nagyon picike kis kamera, én azt hittem, hogy azért nagy, meg minden, de nem. Kis pici itt a wifi-jel, és akkor itt vannak azok a gombok, amiket ebben a kis külső gombnyomóval meg tudsz nyomni. Itt van egy bekapcsoló gombja, amivel mondtam, hogy ebben tudod irányítani, vagy elindítani a felvételt. Itt van a hogyha rá tud csatlakozni ebben a wifi-re, és itt tudod igazából a menük között szabályozni, hogy hova akarsz menni. Itt van a töltő, meg ezek, oda lehet berakni a microSD kártyát, és hát, de szerintem így se lesz jobb a kép, jobban lehet látni. Itt villog egy kis lámpa, így most kicsit jobban lehet látni, az a baj, nagyon világos. Jó, nem is próbálkozok vele. Szóval ilyen, tényleg nagyon picike. Igazából ha eldugod valahol a szoba sarkába, észre lehet menni, hogy az ott van. Mondom, ez az egész egy ilyen gumis védő tokba, védő vázba van, de ez így magában nem vízálló, csak ebben a kis tokkal. De mondom, hogyha vízálló is a kamerát, akkor is ajánlatos, hogyha GoPro kamerát van, akkor is ajánlatos hozzávenni egy ilyen védőtokot, mert ez tényleg megvédi, mert 10 méter, nem tudom hány méter mélyig a vízálló, ilyen GoPro kamerák vízállóak, van, ami annál lejjebb már nem, de ezt most hülyén mondtam el, úgyhogy ez így rosszul jött le. Szóval, az se nagyon-nagyon mélyig vízálló, csak egy bizonyos szintig. Tehát ez a kamera, vagyis ez a kameratok, ez mindenféleképpen szerintem jó, és tényleg ajánlatos egy-egy beszerezni hozzá. Jó, és akkor majd csinálok egy ilyen kis videót, hogy megmutassam, hogy így mekkora térben lát, vagy ilyenek, még igazából nem állítottam be nagyon rajta semmit, úgyhogy még ezeket majd kell állítani, de majd egy ilyen kis plusz felvételt csinálok nektek, mindjárt fogjátok látni, és akkor abban megmutatom, hogy milyen a képe. Tehát akkor ilyen lenne a minősége a kamerának, és ezen még lesz állítva, meg most a kezemben fogom a kamerát, úgyhogy ne haragudjatok, ha kicsit remeg a kép, vagy ilyenek. Most csak így megmutatom, hogy milyen a minősége, de ezen még lesz állítva, és akkor még majd jobban megmutatom. Tehát akkor ebben a kis dobozom volt, már úgy pontosan ahogy volt, nem tudtam visszarakni, vagy nem tudom pontosan, hogy kell visszarakni. Itt volt igazából kilógva a kamera, és ez benne volt egy tokba, meg még egy tokba. Szóval védve volt. Itt van, hogy wifi-re is lehet csatlakoztatni, nem magyarak a kiírások kívül, tehát igazából nem az a lényeg. Itt vannak hátul, megmutassa, hogy miket kapunk hozzá, és ezekből valamit tudom, hogy mi valamit nem, de itt le van írva, úgyhogy igazából nem lényeges. És akkor megmutatom, hogy miket kaptam hozzá. Nagyon sok ilyen becsomagolt kis tasakban. És akkor ugye volt a töltő, amit már kiszedtem, mert azt mondták, hogy ajánlatos ezt is
16 óráig tölteni, úgyhogy én már töltöttem, azért is bontottam ki. És akkor járt hozzá egy nem magyar ismertető, ami igazából nem fontos nekem, de járt hozzá egy ilyen kis, hát eléggé gagyi magyar fordítás, de szerintem még a patron is kifogyott belőle, mert nem nagyon lehet látni, ha ami bele van írva, de semminél az a jobb. Ebben vannak az ilyen beállítások, meg az ilyenek, ezt még majd át kell néznem. Van ez a kis, amit igazából nem értettem, hogy ez micsoda, de mindegyiknek a kamera alján, a tok alján, most nem rakom vissza a kamerát, úgyhogy azt így nézzétek el. De ugyebár ezt így lecsavarod, és ha van kamera állványod, akkor azon is van ilyen kis csavar rész, amiben bele tudod ezt csavarni, amire rá tudod rakni a kamera állványodat, rá tudod csavarozni, vagy éppen a telefon állványodat, vagy ilyeneket, és akkor ezt is ugyanúgy rácsavarozod az állványra, és akkor így van. Ez gondolom az a legapróbb, legalapabb, de igazából nem akarok hülyeséget mondani, és így nem mondok semmit. Van hozzá ez a kettő, ez azért van, hogy sík felületen legyen a kamera. Van egy ilyen, amivel a sisakra tudod rögzíteni. Ezek a kis ilyenek, nem tudom, hogy hívják ezeket, de mindegy. És akkor ezt bele tudod abba a dugni, és akkor úgy lesz sík. Van ez, amivel a kerékpárra tudod rögzíteni ezt a kamerát, mert ugye ez egy sportkamera, és akkor valahogy, nem tudom hogy, de valahogy rá kell rakni a biciklire, úgyhogy van hozzá ez is. Vannak még hozzá ilyen dolgok, de azt nem írja le a leírás, hogy mi, és nagyon a képen sem látom. Ez 90 fokban is el tudom fordítani a kamerát. Ez azt mondja, erről fogalmam nincs, hogy ez mi, gondolom ehhez adták hozzá, hogyha mondom, ez egy tapad, nem tudom, valamilyen, hogy jobban tapadjon hozzá a kamera, nem tudom, nem értek hozzá, de ez járt még hozzá. Még egy ilyen, amit szintén nem tudom, hogy hova kell rakni, de majd utána nézek. Hogyha következőben lesz ilyen sportos videóm, vagy éppen akármilyen, ami az én nagy látóterű kell, akkor ezt fogom használni, mert igazából nincs sok különbsége egy kamera nézetként, vagy kamera minőségeként a mostani kamerám, meg amit most vettem, a GoPro kamera, az 12 megapixeles, amit most használok, az 16, de majd kiderül, hogy fog befállni, meg minden. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, meg kicsit tudtam nektek segíteni ebben a GoPro kamerával. Én nem vagyok szakértő, tehát igazából ezt egy ilyen nagyon alapszinten mondtam el nektek, hogy mi járt hozzá, meg mit tudok. Még erről lesz videó ebben a kamerával, és akkor majd jobban meg fogjátok látni, hogy milyen a minősége, meg hogy mint lehet sporthoz használni, például ilyen vizes terepen, hogy milyen a kamera, meg akármi, mondjuk ha megyek biciklizni, akkor fölveszem, vagy hogyha autóba, milyen mondjuk a látása, mert ott aztán tényleg az a jó, hogyha belátja az egészet. Úgyhogy erről lesz majd nem sokára a videó, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, és tudtam nektek segíteni, úgyhogy találkozunk legközelebb, és addig is sziasztok!